Futrazimint befejeződött mérkőzéssel 1-0-ra kikaptatok a címvédő Nova Vitától. Bentről hogy láttátok ezt a meccset? Mesélj picit nekem róla. Hát ugye sajnos egy rossz hírt kaptunk mérkőzés előtt. Dévényi Dani sajnos nem játszhatott 2 sárgalap miatt. Ami úgy gondoltuk, hogy előtte majd törlik a csoportmeccseken összeszedett sárgákat, tehát sajnos nem így volt. Ezen próbáltuk magunkat túltenni. Úgy gondolom, hogy egyenrangú ellenfelei voltunk az ellenfélnek. Szerintem ők is tartottak tőlünk, mert nem úgy támadtak le minket, ahogy korábban láttuk őket játszani. És hát sajnos egy ilyen, úgymond szerencsétlen góllal tudtak nyerni. Hogyan látod a csapat teljesítményét így, picit visszanézve az elmúlt 3 nap történéseit itt Bulgáriában? Úgy gondolom, hogy erőn felül teljesítettünk. A teljes keretünk indulás előtt sajnos 2 fő kiesett belőle. A Bence és a cserekapusunk, úgymond, vagy második számú kapusunk, ő is az első mérkőzéssel rögtön megsérült. Ugye vigyáznunk kellett arra, hogy Nono is nehogy sérülés szedjen össze, őnek is a bordája fájt amúgy is, úgyhogy úgy gondolom, hogy erőn felül teljesítettünk, ráadásul ez volt a csapatunknak az első ilyen komoly nemzetközi tornája, és úgy gondolom, hogy elég jó rutint tudtunk szerezni. Szembetűnő, hogy nagyon rutinos játékosként illeszkedsz be ebbe a fiatal csapatba. Bentről te magad hogy érezted az Eurocupot? Hát a magyar bajnokságban nincsenek ilyen éles mérkőzések, itt jobban engedik a kemény ütközeteket, nem is fújnak úgy le mindent, úgyhogy ezek néha olyan dolgok, hogy fel tudják húzni a játékosokat, és van, amikor reklamálásért mi is úgymond kaptunk sárgalapot, de összességében úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól szerepelt.